az angyalok szála, édes dicséretet zennek az atyán. Békesség örömét, örök üdvösséget nekünk mindnyájunk. Beköszöntött ismét karácsony estéje, jó áldott Jézusnak. Dicsőség a mennyben az Atya Istennek, hogy Szent Fiát adta az emberiségnek. Kiről a proféták jóslatokat zertek, ki visszaállítja az aranyidőket. Íme, testre töltött a megígért ige, a mindenhatónak egyszülött gyermeke. Ezért a várja szeretett ünnep, angyalok, és így hangzott néki. Íme, nagy örömet hirdetek én néktek, ma született Jézus kérem, önemeltek. János apostol is így ír Szent könyvében, valamelyik fejezet 16 verset. Mert úgy szerette Isten a bűnös világot, hogy szerze ünnek Jézusban váltsak. Eljöttünk, hirdetjük Isten örömhírét, karácsony ünnepét Jézus születését. Kiről a proféták régen megmondották, betelnek az idő, eljön a mesélyt. Jó estét kívánok, meg ne ijedjenek, itt egy kompánia sem egy se fél. Némi kéne hátra azon kérelemmel, szabad-e ide bejönni Betlehemmel? Szabad. Szép vagy, ahogy értek be. Fél zöldre! Nem lehet, mert a fotrikutyán mosogatja a 11-et. Na hát akkor fél.
fél 12-re. Nem is kéthetsz lekönni a földön. Hallod, de öreg, gombolyabb. Nem bánom a 2-3 subánban. Hallod, de öreg, babáriabb bevercsizban. Húzz a falagozvája, én is felhúznám az egy babot. Hallod, de öreg, Flóra. Ugorik ki a szemetet, holyoljon, nem kibogjál. Jelj fel, öreg, ne legyen olyan lusta, mint egy 777 éves ökör, hanem mint egy szíve a csikó. Adjátok hát ide azt a 777 éves ökör. Hadd piszkáljam ki szememből ezt a fejlőtörő csipát. Most azonban nem szabad. Vacsorára itt maradok. Kihelyik le, mint a lányok. Bundákat a sokadára. Szíves ajándékunk, köszönjük meg téged! Adjon a jó Isten ezen a gyermekkel!